agykép és a valóságtól teljesen elrugaszkodott lennék, akkor azt mondanám, hogy ezek a szurkolók azért vannak itt, hogy velem fotózkodjanak. A valóság azonban nem ez, hanem az, hogy egy hatalmas Bajnokok Ligája döntős labdát állítottak föl. Ide nem bőrből készült, és nem is érdemes vele belerúgni, de egy szép emlék mindenkinek. Egyszer egyébként jó magam a Bernabeu-ban. Az eddigi 10 alkalommal 30 gólt közvetíthettem, tehát 3 gólos átlag. Azt hiszem, hogy ezzel ma is kiegyeznénk. Természetesen nem mind én közvetítem majd a gólokat, hanem Mélyes Gabi barátom is besegít majd. Egyébként természetesen teltház lesz, két szurkolótábort, a Bayern és az Inter táborát elszeparálják egymástól, és mind a két tábor óriási titkolózás közepette, de fantasztikus élőképekkel készül, reméljük, hogy majd ezt is meg tudjuk mutatni. Itt állunk a WC-vel szemben, amelyet épp most egy apró termető hölgy takarít, és jó néhány világsztár elhaladt már mellettünk, hiszen Sinisa Mihajlovicsot láttuk az előbb, a Catania edzőjét, akit egyébként emlegetnek úgy, mint az Inter új szakvezetőjét, ha Mourinho a Real Madridhoz szerződik. De találkoztunk tegnap este már Joachim Löw német szövetségkapitánnyal, ma pedig Ronald Koemannal, sőt még Lothar Matthäust is megpillantottuk.
Mourinho-nak, én magam gratulálok.